Kezdhetném azzal is, hogy a helyzet változatlan. Korábban is érdeklődtem már arról, hogy a halálútnak nevezett 81-es út Székesfehérvár-Győr közötti szakaszát miért nem lehet kétszer két sávval építeni. A 2017. évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványomat, mely legalább a tervezési munkálatok megkezdésére biztosított volna forrást, a parlamenti bizottság kormánypárti többsége nem támogatta. Azóta újabb halálos balesetek történtek az úton, 2012 óta 12-en vesztették itt életüket. A kérdésem pontosan megfogalmazva, hány embernek kell még meghalnia, míg legalább az út tervezése megkezdődik? És mi az akadálya annak, hogy amennyiben az Európai Uniós források erre nem fordíthatók, amit ezt ugye Lázár János kancellárminiszter úrtól megtudhattuk májusban, akkor az önök által elmondott kedvező gazdasági eredmények egy kis szeletét kérnék szépen, hogy csoportosítsák át, hogy ennek mi az akadálya. Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen. Tasó László államtitkárnak adom meg a szót. Országgyűlés, tisztelt képviselőtársam, elnézést, hogy háttal vagyok, és úgy mondom a válaszát, a válaszomat a kérdésére. Azzal kezdeném, hogy a magyar kormány ez év júniusában elfogadta azt a fejlesztési programot, amely a közutak építését, kapacitásbővítését és fejlesztését fogalmazza meg 2022-ig. Ennek a listának a tartalma bővíthető, ennek a listának a tartalmát minden negyedévben a magyar kormány felülvizsgálja. A 81-es szám úttal kapcsolatban soha nem volt arról szó, hogy a kormány ne tartaná, vagy mi a minisztériumban ne tartanánk fontosnak annak felújítását és továbbfejlesztését. De szeretném elmondani, hogy az elmúlt két évben mintegy 30 km hosszon tudtuk felújítani a 30-as utat, a 81-es utat. És a következő évben is szerepel benne 10 km abban a programban, amely a komplex felújítási program keretében kerül megvalósításra. Tehát 30 km-t már felújítottunk, és 10-et fogunk felújítani a következő évben. Természetesen jó lenne a kapacitásbővítést elvégezni a következő években, és nem is kizárt ennek a lehetősége. De mindenképp arra kell figyelemmel lenni, hogy 1279 milliárd forintot vállalt magyar költségvetésből a közútfejlesztésre csak a magyar kormány, és ez egy óriási összeg, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az uniós forrásokból, mivel ez sem TEN-T hálózat, csak azokat tudjuk fejleszteni, amelyekre külön lehetőséget kapunk. Itt hazai forrásból tudunk lépéseket tenni, ez viszont valóban a költségvetés függvénye. Mi abban bízunk, hogy ez a rendület, amely most megvan, ez folytatódik, a gazdaság tovább tud erősödni, és a magyar emberek segítségével, a magyar emberek testőképességének javulásával együtt az új programba belekerülhetnek majd utak fontos térségi szereppel bírva, mint például a 81-es út is. Úgyhogy a fejlesztéssel egyértelműen egyetértünk, szeretnénk minél hamarabb tovább építeni és tovább fejleszteni. Jövőre fel is újítunk belőle 10 kilométert, úgyhogy legyen türelmes és bizakodó, reményeink szerint bele fog kerülni a következő években a programba. Köszönöm szépen a figyelmét. Köszönöm, elnök úr, a szót.